És akkor jön Kékesi Márton. Szuperóriás műlensiklásban is figyelhettük. Azt nem sikerült abszolválni azt a pályát. Nem sokkal a vége előtt rontott két kapuval. Nézzük most a lesiklást. Keveseknek adatik meg, hogy a világ végignézze a futamukat. Mártonnak ez most igen. Szegény Bencének az első. A lesiklás az nem sikerült túl jól. Már önmagával a tojástartás is nagyon fontos. A legjobbaknak megadatik az, hogy elmenjenek mondjuk szélcsatornába tesztelni. Ilyenről azért itt Magyarországon nem lehet szó. Tényleg ahhoz, hogy a legjobb legyen valaki, ahhoz tehetség mellett nagyon sok minden kell. 1-8 van. 7-es elmaradás ezen a részen. Hát teljesen rendben lévő síjelés ez. Az újabb ugrató, itt esett ki Bence. Mártonnak sikerül megoldania. Jön az újabb, és mindig csak 3.51. Marci a legutolsó edzésen nem tudott megelőzni senkit, a célba érkezettek közül kapott olyan jó 9 másodpercet, és volna egy kicsit beljebb maradni. Többé-kevésbé stabilan a léceken. Több elérte azt, hogy ne kelljen kettőt ugrania, csak egyet a 26 méterével. 5.97-es hátrány, viszonylag jó ív. Sebesség nem annyira megfelelő, de ebbe a futamba nem lehet belekötni. Ez egy szép síelés, nem az a tempó, de nem is kell azt elvárni. Tényleg a szegények nem nagyon tudnak hol edzeni, Magyarországon nincs lesikló pálya. Kékessel azért olyan sok mindenre nem megyünk. Szeretjük persze, de azért ez más szint itt 2800 méter magasról elindulva. Márton pedig innentől kezdve megoldja ezt a pályát. Abszolút büszke lehet arra, ahogyan jött. Beérkezik ezúttal 8,85 másodperces hátrányjal. Nem sikerül senkit sem megelőznie. De ő így is boldog, és ha ő az, akkor legyünk mi is azok. És még egy küsös vécfelvétel, ez itt Svájcban. Nagyon nagy sikert talált, hiszen legenda a Didier Küs csatolta le ide léceit, és vette utána a kezébe.